Köszöntöm a nézőket. Egy pár gondolatot itt a magyar bajnokságról. Ez a RAB magyar bajnokság, ez egy különleges esemény minden évben. Főleg ez a férfi magyar bajnokság. Rekordszámú nevezés jött össze. Ez a rekordszámú nevezés, ez 190 nevezés a férfi mezőnyt tekintve. Ezt a 190 nevezést, ezt közel 150 sportoló adta le. Nyilván voltak olyan sportolók, akik több kategóriába is neveztek, tehát a korosztályban és nyílt kategóriában is akár. Hát azt kell mondjam, hogy itt a második napnak a vége felé járunk, és rendkívül eredményesnek értékelem ezt a versenyt. Amikor ezt a versenyt elkezdtük egy 6 héttel ezelőtt szervezni, az elnökség úgy döntött, hogy akkor ez durranjon nagyot. A prémium és média segítségét kértük ebben a versenyrendezésben, és ők nagyon szívesen álltak rendelkezésünkre. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a prémium és médiával az eredményes munka már több éven keresztül zajlik, mint klub szinten, aztán később így szövetségi szinten. Nagyon örültek egyébként a felkérésnek a prémium és média, úgyhogy ezúttal is köszönöm szépen a segítséget és azt, hogy támogatják ezt a mi kedvenc sportunkat, ami egyébként több, mint sport, és tényleg az. Jól látszik, hogy a nevezőket tekintve évről évre erősebb a mezőny, évről évre népszerűbb. Jó pár régi, hívjuk régi motorosnak, az volt a visszajelzése felénk, hogy hát ők bizony találkoztak új arcokkal. Tehát ez azt jelenti, hogy minél több rész bevonódik ebbe a sportba, és ez jó, ez egy nagyon jó dolog. Visszanézve erre a versenyre, a megrendezésnél a célunk az az volt, hogy amikor erre a versenyhelyszínre megérkezik bárki, akkor legyen egy úgymond wow érzés, hogy úristen, ez egy nagyon klassz kis dolog lesz, és ezt szerettük is volna mindenképpen demonstrálni, hogy ez egy ilyen rendezvény lesz. Na most én azt gondolom, hogy ez sikerült. Mind felértük ezt a rendezvényt, értem ezt az alatt, hogy két platformon elkezdtük megrendezni. Ennek egy kicsit az volt az oka, hogy úgymond be tudjuk emberi időben fejezni mind a szombati, mind a vasárnapi napot. Másik pedig az, hogy egyszerűen meg kell tanulnunk kezelni ezt a kihívást. Legtöbb nemzetközi versenyen már két platformon, legalább két platformon történik a versenyeztetés. Ezt meg kell tanuljuk mi, mint szövetség és rendezőként, és meg kell tanuljuk, mint sportolók, akik ezen az eseményen részt vesznek. Tehát, hogy úgy szocializálódjanak, úgy szerezzenek tapasztalatokat, mind sportvezetők, mind maguk a sportolók, mind a rendezők, hogy ez a két platformos, ez ne legyen egyfajta meglepetés vagy kihívás. Én azt gondolom, hogy megugrottuk ezt. Továbbra is célunk, hogy a sportolókat motiváltá tegyük, és motiváljuk arra, hogy minél több ilyen rendezvényen vegyenek részt. Tudni kell, hogy nagyon sok komoly sportoló és tiszteletét tette ezen a rendezvényen. Mészáros László, fekvenyomó világbajnok, Árvai István, erőemelő világbajnok. Itt vannak, nézik, figyelik az eseményeket, tőlük is jók a visszajelzéseink. Én azt gondolom, hogy tényleg jól sikerült ez a rendezvény.